Emberek, hát ez zseniális, tehát tényleg, nem tudok jobb szót, ez egyszerűen zseniális. Tegnap kaptam egy e-mailt. Sok e-mailt kapok, és időnként igen cifrákat, mármint úgy értem, hogy nagyon vicceseket, de hát ez így kihagyhatatlan, ez így muszáj. Tehát nem mondok neveket, nem akarom, hogy szidjátok meg ilyesmi, tehát semmi hőzöngés, csak úgy vicces, nem tudom, hogy mit gondolt. Na jó, szóval így kezdődik az e-mail, tehát így indít. Szia Csabusa! Bocs, de lehet, hogy a pályán a szabályoknál James-t írtunk, kérlek, videó előtt írd át a nevedre. Köszi! Az igen, de mi ez? De építek valakinek, ez nem tudom, hogy mit képzelt, vagy hogy képzelt el, hogy... Lehet, hogy a szabályoknál James-t írtunk, hát lehet, hogy azért van, mert neki készítettétek a pályát is, nem nekem. És a legnagyobb poén a dologban, hogy csont ugyanezt az e-mailt Csabinyónak is elküldték. Sziasztok! Mostanában feltűnően sokszor kapom meg azt a kérdést, hogy hogyan kell újra töltődős ládát csinálni. Nem tudom, honnan jön ez a hullám, vagy lehet, hogy ugyanez az ember küldözgeti különböző fiókokból, nem tudom. Úgyhogy mivel ilyen sokszor kapom ezt a kérdést, csinálok róla egy videót. Szóval nem kell többször legépelnem, hanem csak belinkelni ezt a videót. Oké, fog kellni egy command block, úgyhogy ha esetleg valakinek kérdése van, hogy hogyan lehet command blockot adni a játékba, akkor így. Most azért írtam át a nevemet, hogy hát mindenkinél működjön, ugye, @p. Oké. Fog kellni egy command block. Én ezt úgy szoktam csinálni, egyébként ez sokféleképpen lehet, hogy fog egy ilyen csapdaládát, ez ugye, ha kinyitjuk, jelet küld, és miből legyen a padló, mondjuk ebből a fából lesz a padló. Tehát itt van a padló, mondjuk ez egy ház, vagy akármi, nem tudom, nem érdekel, és van itt egy láda, amiből ki kell venni valamit, és szeretnénk, hogy ez újra termelődjön. Na most, ha kinyitom a ládát, akkor ugye jelet kap a command block, tehát ez tökéletes ahhoz, hogy ideírjam a parancsot, hogy töltődj. Na persze nem így lesz, de a jelentéshez tulajdonképpen ez lesz. Na most hallottam olyat, hogy vagy írt nekem valaki olyat, hogy ide azt írta, hogy klón, és akkor, na, klón, és akkor ugye van valahogy egy másik láda, és azt a helyére másolja, és ugye ilyenkor így kizárta a ládából, vagy becsukta a ládát. Igen, ugyanis hát lecserélte azt a blokkot egy másikra, megszűnt az a blokk létezőbe, belenézett, úgyhogy igen, kidobta őt. Úgyhogy nem ez a jó megoldás. Tehát ami kell nekünk, az a block data. És akkor block data. Mit? Itt most koordináták kellnek, úgy értem a mit. Ez a hullámvonal ugye a command blockhoz képest, kettővel följebb, úgyhogy ide egy plusz kettes. Nem megyek bele újra az XY koordinátákba. Kezdjétek el nézni a Reston videókat, valahol ott sokszor már elmondtam. Igen. És aztán az MBT részhez kapcsol zárójelek közé. Konkrétan ezeknek a tárgytárolóknak a tárgyas része, tehát items, azt akarom mondani, és ez egy tömb, mivel több tárgy lehet benne, úgyhogy szögletes zárójel, igen, csak előtte kettős pont és szögletes zárójel, és akkor ide jönnek bele a tárgyak, ilyen kapcsol zárójelekbe, ezek lesznek az elemek. Most ez így négy tárgy. Na most. Van egy azonosítója a tárgynak, ez azonosítja őt, ugye Minecraft 2 és font, és akkor mondjuk kő, stone. Remek, most lesz 0 darab kő a ládában, ahogy mondom. Ha nem írom be, hogy melyik szloton, akkor alapértelmezetten az első, de ha beleírom, akkor ideírom, hogy mellé, veszővel, slot, 2.1, ne legyen ami érdekesebb, 10. És akkor most ott a 10-esen van. Csak itt bármit csinálok a ládával, így. Ha kinyitom, lefutatja ezt a parancsot, úgyhogy amit beraktam előtte, az így kuka. Tökéletes. Ne, nagyon hülyén néz ki ez a nulla, úgyhogy vesző, count, és akkor ne egy legyen, hanem 10, ez a szavarásszám. 10, és most már 10 van a 10-es helyen. Ja igen, a sorszám az úgy néz ki, hogy ez a nullás, 1-es, 2-es, 3-as, stb. 8, 9, 10, ugye, és így tovább. 26, azt hiszem. Jó. Igen. Szeretnék bele két tárgyat. Akkor
akkor ugye vessző, tehát ide a kapcsolzárójel után egy vessző, menjen a másik táj, kapcsolzárójel, ebbe is kell egy ID, ez a változatosság kedvéért legyen kő, nem, majd most fa lesz, wood, azt hiszem van így, hogy wood, de lehet, hogy nincs, na mindegy, mindjárt kiderül, sőt, szerintem nincsen ilyen, hogy wood, mert ezeket lognak hívják, akkor legyen log. Igen. Tehát én logot szeretnék, sőt még azt is beírom, hogy 10 darab logot. Kinyitom, remek. Ugye nem írtam bele, hogy melyik helyen legyen, úgyhogy alapból az elsőn van. Oké. Aminek ugye nullás a száma. Tehát, hogyha ide nullát írok, akkor ez van az első helyen. Most mind a kettő az első helyre van. Úgyhogy csak fa lesz, mert az van hátrébb. Úgyhogy erre figyeltek oda, hogy a slot az ott legyen. Ez most akkor vissza a 10-esre, ez pedig ne hagyjuk alapon. Ez lesz a 20-ason, ne, 13. Így. Tökéletes. Jó, mondjuk szeretnék, ma hát is lenne nevezve, azt is megmutatom. Jó, ide vesző, így ezen a szinten. Itt a tárgy azonosítója, meg darabszám, meg slot mellé vesző. Main kapcsolzárójelbe. De, jó, egy kicsit előre szaladtam, tehát vesző, igen, tag, és kettős pont is utána kapcsolzárójel. Itt vannak ebben a tárnak a tulajdonságai, például az, hogy át lehet nevezni, az pedig a display-en belül van. Kettős pont megint kapcsolzárójel, a name a neve, ezt így idézőjelek közé, fa. És akkor fának van nevezve. A lore az meg ugye a leírás, de aki szórakozott meg give parancsal, az tudja a lore. Kapcsolzárójelek közé, és akkor a különböző sorokat így idézőjelek közé. Ez az egyes sor, ez a... Igen, idézően kívül írtam a kettest, oda bele kettes. És akkor egy-kettő, tökéletes. És akkor ugyanúgy enchantokat. Itt ugye minden ugyanaz, mint a give-ben, ugye... Itt a tegen belül, tehát a give parancsot, amikor írtok, akkor csont ugyanez, ez a szintaktika, csak nincs ott tag, ott le lehet hagyni. Olyan rendes vagyok, hogy meg is mutatom. Igen. Ezt a részt most így kimásolom. Beírom, hogy give magamnak, mit tudom én, most is kő lesz, nem, snow layer, az is tökéletes, egy darabot. Mit egy darabot? 10 darabot. És akkor így kapcsolzárójelek közé bemásolom ezt a displayt, ez így a tagbe volt benne, és remélem nem csúsztam a zárójelekkel, enter, ott is van 10 slow-jel, ugyanúgy fa 1-2, tehát ugyanaz a szintaktika, ugyanaz a szintaktika. Jó. Akkor megvolt az újratöltődős láda? Ja, még azt is megmutatom, hogy hogyan lehet hozzá még tegeket írni. De egyébként ennyi a trükk, amire szerintem legtöbbeknek szüksége van, hogy hová lehet rakni, hány darabot lehet rakni, meg hogy akarjátok átnevezni, egyszerre több tárgyat bele. Jó, akkor remélem hasznos volt ez a videó, és hát ennyi. Remélem hasznos volt a videó, azt nem hiszem, hogy szórakoztató volt. A kézikönyv óvjon. Ó, pillanat. Lehet ötleteket küldöm, milyen legyen az 50. daráló. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan képzeltek el egy ilyen ünnepi darálót. A kézikönyv óvjon.